Az idei tanév végéhez közeledve az elmúlt hónapokban megszerzett tudásukról adnak számot a 2011-2012-es tanév során szerencsén az alapfokú művészetoktatási intézmény növendékei. A képzőművészet, dráma, néptánc és zenei tanszakok diákjai délutánonként mutatják be elsajátított ismereteiket. Ebben a tanévben is töretlen a népszerűsége szerencsén a művészeti képzésnek. Tehetséges diákokkal kiváló pedagógusok kedveltetik meg a zenét, a táncot, a képzőművészetet, vagy éppen a dráma és színjátszás szépségeit. Szerencsén 18 zenei tanszakon szolfézzsal, énekkel és hangszeres játékkal, a képző és iparművészet keretében grafikával, tűzzománc készítéssel és festészettel foglalkoznak a növendékek. A művészeti képzés vizsgái a következő napokban folytatódtak képzőművészeti színjáték és zenei tanszakokon több mint 450 növendéknek a teljesítményét értékelték a pedagógusok. A Szerencsi Városi Nyugdíjas Klub 7 tagja ünnepelte május 18-án délután 65, 70, 75 és 80. születésnapját a Rákóczi Vár klubhelyiségében. A kedd délutáni rendhagyó foglalkozáson Magyar Jánosné, a Nyugdíjas Klub vezetője születésnapi idézetekkel tette emlékezetessé a pillanatot. A közösségben virággal és ajándékkal köszöntötték a 65 éves Csordás Istvánt, a 70 esztendős Kapus Jánost, Fazekas Andrásnét, Orgona Istvánnét, a 75 éves Varga Józsefnét és Munkácsi Miklósnét, valamint a 80 éves Fazekas Józsefet. A jó kívánságok után születésnapi torta, sütemény várta a klubtagokat, majd baráti beszélgetés és közös ünneplés zárta a családias hangulatú eseményt a Városi Nyugdíjas Klubban. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogad el, virág kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napon. Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeink, és légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el, virám kis dalunk. Újabb üzlet ajtajára került lakat szerencsén. Lassan egy hónapja, hogy a város határában, a Bekecsi úton egykor szebb napokat megélt élelmiszerüzlet tulajdonosa határozott úgy, hogy a folyamatosan csökkenő forgalom miatt már ráfizetéses működtetni a boltot. Információink szerint már csak az utolsó csepp volt a pohárban, hogy az egyik helyi cég szintén pénzügyi nehézségei miatt megszüntette a dolgozóinak juttatott kafetériát, amely utalványok itt voltak levásárolhatók. Az idei bezárások a városban az Erste Bank helyi fiókjával kezdődtek, majd a kenyérgyárban szünetelt a termelés, utána a profi áruház következett, most pedig egy kis bolttal lettünk szegényebbek. Úgy tűnik, hogy ennek a sornak még csak az elején tartunk, mert a megélhetési nehézségek miatt többen adják vissza egyéni vállalkozói igazolványaikat, számolják fel vállalkozásaikat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei május 18-án a Röszkei határátkelőnél 20 millió forint értékű kábítószert találtak egy 59 esztendős német állampolgárságú férfinél. A pénzügyőrök kérdésére nem jelentett be árut, azonban a nyilatkozat elfogadását követően a NAV munkatársai a járművet félreállították, majd a tételes vizsgálata mellett döntöttek. A gépkocsi ellenőrzése során az első ülések alatti rekeszből 8 darab fekete zsugorfóliába csomagolva megközelítőleg 10 kg marihuána került elő. A pénzügyőrök a 20 millió forint fekete piaci értékű kábítószer szállítmányt lefoglalták, és az ügyet visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt átadták a rendőrségnek. A gyermekhét keretében a Szerencsi Rendőrkapitányság rendőrei május 23-án délelőtt a Napsugár óvodába látogattak. A csöpségek kitörő lelkesedéssel fogadták a vendégeket és a rendőrautót.
A kékcsíkos villogó járművel az egyenruhások ismertették meg az óvodásokat, majd a bátrabb jelenkezők közelebbről is szemügyre vették a felszereléseket. Ezt követően a rendőrök a kicsik segítségével közúti ellenőrzést tartottak, majd azokat a sofőröket, akiknél a járőrök mindent rendben találtak, saját készítésű ajándékkártyával jutalmazták a gyerekek. A Tokajhegyalja és Sváb település utcáit töltött káposzta illata lengte be május 19-én délelőtt, ahol idén második alkalommal rendeztek töltött káposzta fesztivált. A tavalyi esztendőben 2600 adag ételkülönlegesség fogyott el, ezért a nagy sikerrel való tekintettel a szervezők idén is megszervezték a Rátkai ételről elnevezett fesztivált. A hagyományőrző programsorozat szombaton főzőversennyel kezdődött, amelyre 13 csapat nevezett. Az üstökben rotyogó, ízletes ételkülönlegességeket tiszta szívvel és nagy figyelemmel készítették, amit szakértő zsűri értékelt. A fesztiválról nem maradhatott el a sportesemény sem, ahol a környező települések labdarúgó csapatai mérték össze tudásukat. A rendezvény célja a német nemzeti identitás erősítése, valamint a sváb hagyományok és kultúra megismertetése volt. Élményekkel, új barátokkal és szép emlékekkel távozhattak azok, akik részt vettek a második Rátkai töltött káposzta fesztiválon, és természetesen nem maradtak éhen ezen a napon. A művészet történetet kedvelő diákok mérhették össze tudásukat május 21-én délután a tájai Zempléni Árpád AMK általános iskolában. A megmérettetésre 5 településről, Taktaharkányból, Taktaszadáról, Medgyasszóról, Tiszalúcról, Tájáról érkeztek diákok. A négyfős csapatok 5. és 6. osztályos tanulói hosszú hetek felkészülési időszakát tudhatták maguk mögött, akik az 5. és 6. művészettörténet tananyagból készültek fel. A tanulás mellett makettet is készíteniük kellett a versenyzőknek. A megmérettetésre érkezőket Újné Muhi Melinda, a házigazda általános iskola igazgatója köszöntötte, beszédében kiemelve, hogy a művészettörténet tantárgyal kapcsolatban nem szerveznek versenyeket, a diákok kevesebbet foglalkoznak ezzel a témával az oktatási intézményekben. A feladatok izgalmas formában kalauzolták végig a diákokat az őskortól egészen a reneszánsz idejéig. A feladványok között szerepelt puzzle, legyen ön is milliómos és anagramma játék. A tudásuk mellett az ügyességükre is szükségük volt a fiatal művészettörténészeknek a labirintus játékban, az egyiptomi horgászkaland vagy a különféle fogalmak és műtárgyak elmutogatása során. Ezt követően a szokásosnál eltérőbb, képfelismerős rejtvények következtek. Különféle szobrok árnyékairól vagy éppen a megszokottól eltérő nézőpontból kellett felismerni a műalkotásokat. A versenyen az első helyet a tájai Zempléni Árpád általános iskola csapata szerezte meg, a második helyen a medgyasszói Mészáros Lőrinc általános iskola, míg a harmadik helyen a tiszalúci Arany János általános iskola végzett. A gyerekek könyvekkel, ismeretterjesztő filmekkel, rajzeszközökkel és élményekkel gazdagodva tértek haza a tájai Zempléni Árpád általános iskolából. A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóságra május 19-én szombaton 11 óra 13 perckor érkezett bejelentés, hogy táján a Vörösmarty utcában egy elhagyatott lakóház tetőszerkezete teljes terjedelmében ég és robbanások hallhatók. A tűzoltók a helyszínen láttak hozzá a lángok megfékezéséhez, azonban óvatosnak kellett lenniük, mert a padláson lőszereket és robbanóanyagokat tároltak. Az oltás idejére a ház környékét a rendőrök lezárták, a közvetlen környékről 5 főnek kellett elhagyni az otthonát. Személyi sérülés nem történt. Információink szerint 10 éve halt meg az ingatlan tulajdonosa, azóta lakatlan volt a ház. Az eset után pár órával a rendőrök elfogtak 3 fiatalt, akik a tetőtérben játékból újságpapírt égettek, ettől keletkezhettek a lángok. A tűzszerészek a ház falába vájt üregekben lőszerekre bukkantak, amelyeket elszállítottak a helyszínről. Juhász Gábor szerencsi festőművész csendéleteiből és tájképeiből nyílik kiállítás május 29-én 17 órától a Szerencsi Fürdő és Wellness Ház alaksori körgalériájában.
A tárlat megnyitójára a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Várandósok az a bizonyos 9 hónap című romantikus vígjátékot május 31-én mutatják be a hazai mozikban. Kirk Jones legújabb vígjátéka egy kacagtató és szívmelengető történet 5 párról, akinek sorsa egybefonódik, mikor kénytelenek szembenézni a terhesség kihívásaival és küzdelmeivel. Nagy terveik vannak, azonban minden teljesen felfordul, amikor is mindannyian egyszerre lesznek várandósok. Fájdalmakkal, várakozással, készülődéssel teli napjaik a baba várás 9 hónapján át tartanak, a cél pedig az, hogy mindannyian jó szülővé váljanak. A filmet 16 éven felülieknek ajánlják. A Magyar Vörös Kereszt Szerencsé Területi Szervezete május 31-én Abbaújszántón, június 1-én Szerencsen a Kulcsáranita Sportcsarnokban, június 7-én Tiszalúcon és Taktaszadán várja az önkénteseket véradásra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen gépészmérnök, hűtőgépszerelő, pénzügyi biztosítási tanácsadó, gépjárműszerelő munkakörben lehet elhelyezkedni. Tarcalon forgácsolót, Miskolcon pénzügyi tanácsadót, Tiszalúcon cukrászt, Bekecsen és Erdőbényén kőműveseket alkalmaznának. Az idei Gymkhana Magyar Bajnokság sikeresen kezdődött a 2011-es magyar bajnoknak Zahucki Zsoltnak. A Hungexpón és a Taszáron megrendezett versenyeken nyújtott kiváló teljesítménnyel Zac 200 ponttal az első helyen áll a ranglistán. Szakértők szerint a Gymkhana a világ legkoncentráltabb motorsportja, amely az utóbbi időben komoly teret hódít szerte a világon, köztük Magyarországon is. Egy-egy versenyre több ezer néző látogat el, hogy élvezze a sport által nyújtott egyedi látványvilágot. A Gymkhana Magyar Bajnokság április elején a budapesti Hungexpo területén kialakított pályán vette kezdetét, majd a megmérettetések sorozata május 1-én a Taszári repülőtéren folytatódott. Április 1-én rendezték meg a Budapesten a Hungexpo területén az első Gymkhana országos bajnokságnak az első futamát. A profik között indultam, sikerült megnyernem a kvalifikációt. A kvalifikáció arról szól, hogy ki hanyadik párját, tehát kinek ki lesz a párja a páros versenyekben. Megnyertem a kvalifikációt, és így sor került a páros versenyekre. Azt tudni kell, hogy most ezen a versenyen rendhagyó módon a profik között úgynevezett Suizo Gymkhanát hoztak létre a szervezők. Az annyit jelent, hogy mint a driftbe is a Suizót úgy hívják, hogy amikor két autó megy egymás után, az egyik követi a másikat. Na most ezt megpróbálták megvalósítani a Gymkhanába is, annyi nehézséggel volt ez megvalósítva, hogy a Gymkhanában nagyon szűk a pálya, és ugye kerülgetni kell akadályokat. Na most itt két autó megy egymás után, akkor ez elég nagy bonyodalmakat okoz. Ezt gondoltuk mi, mielőtt rá nem mentünk a pályára. Majd amikor eljött az edzés lehetősége, akkor megpróbáltuk ezeket a úgynevezett Suizo Gymkhanákat alkalmazni, és hihetetlen módon nagyon jól sikerültek a dolgok. Suizóba pedig úgy kerültek összepárosításra az emberek, hogy az első versenyző ment az utolsóval, a második az utolsó előtt, és így tovább. És egyenes kieséses rendszerben működött a dolog. Sikerült egészen menetelnem a döntőig, ahol összekerültem régi nagy riválisommal, Mester Janival, aki ugye hasonló szinten műveli ezt a dolgot, mint én. Nagyon jó csatát mentem vele, nagyon tetszett a dolog, de sikerült megvennem, hál' Istennek, és elhoztam az első helyet. Május 1-én került sor Taszáron az Gymkhana országos bajnokság második futamára, ami nem volt hozzánk közel, ami azt jelenti, hogy körülbelül 3 napos túrát tudhatunk magunk mögött, ami eredményesen telt. Tehát edzésnapon
viszonylag azt mondom, hogy nagyon jól sikerült betanulni a pályát, mert nagyon fontos szerepe van ennek a pálya betanulásnak ebbe a versenybe, mert egy pályatévesztéssel kiejti magát az ember. Tehát ha rossz irányba kerüli meg azt az adott terepakadályt, akkor teljes mértékben kizárta magát abból a versenyből. Tehát versenynapon megkezdődtek a kvalifikációk. 25 versenyző indult el, ha jól emlékszem. Ebből sikerült, a harmadik helyre sikerült kvalifikálnom. Ami részben jó volt, részben rossz. Ugye szerettem volna az első helyre kvalifikálni, ugyanúgy, mint a Hung Expo-n, és az esélyem meg is volt rá. Viszont ez a technikai ördöge megtréfált egy kicsit minket. Sikerült a szervizben megoldani a problémát. Igaz, idéglenesen, de megoldottuk úgy, hogy a szegény szerelők toltak be a rajthoz engem az autóval. Tehát nem akartuk nyúzni a kuplungot, csak amennyit muszáj. Tehát elrajtoltam, és akkor onnantól kezdve nem is használtam a kuplungot, mert bíztunk benne azért, hogy kibírja. Most itt sikerült az első csatámat megnyernem, amit már tovább jutottam a negyed döntőbe. A negyed döntőbe, mivel hogy harmadik helyre kvalifikáltam, ezért összekerültem az első helyen kvalifikált versenyzővel, aki ismételten Mester János volt. Itt a negyed döntőbe sikerült őt megvernem, de úgy álltam ki ellene, hogy halál vagy győzelem, tehát most vagy tönkre megy az autó, vagy megverem, és akkor megyünk tovább. Tehát sikerült megnyernem a versenyt, nem a versenyt, ezt a csatát Mester Jani ellen. Ettől kezdve már csak egy csatát kellett megnyernem, a döntőt, a Szántónikivel mentem. Sikerült őt is megvernem szerencsére, és kibírta az autó, amit nagyon köszönök neki is, és a szerelőknek is, hogy sikerült így megoldani, és ezt a versenyt is sikerült az első helyen abszolválni. A Szerencsi Televízió egyik kávéházi beszélgetés című adásában Zahucki Zsolt volt a vendégünk, ahol a Zac Racing csapat egy gymkana taxizást ajánlott fel a Zac által feltett kérdésre helyesen válaszolónak. A szerencsés nyertes Auerbach Balázs lett, aki rendkívüli élményekkel és magas adrenalin szinttel távozott a taszári repülőtérről. Interneten találtam egy a gymkana.hu által publikált cikket, vagy a kávéházi beszélgetést, és akkor gondoltam egyet, és ugye e-mailbe beküldtem a választ, aztán egy pár hét múlva jött a sorsolás, és akkor megtudtam, hogy én nyertem, majd a Zac Racingtől felvették velem a kapcsolatot, találtunk egy ideális mindenkinek viszonylag, vagy nekem legalábbis közel lévő versenyhelyszín, ahol végül beülhettem az autóba. Melyik verseny volt ez, amelyiken részt vett a gymkana taxin? Taszáron volt gyorsulás, gymkana és drift egyben, és viszonylag ez nekem közel volt, és ott tudtam beülni. Hát eleinte nem tudtam, hogy mire számítsak, mennyire erős az autó, mennyire lesz gyors belőle. Aztán, amikor elindultunk, akkor már csak jött az adrenalin. Aztán a végén feleszméltem, hogy hú, vége a körnek, és hogy eszméletlen gyors az autó, és eszméletlenül meg nagyon erős. És nagyon jól éreztem magam. A Hung Expo területén, illetve a taszári repülőtéren megrendezett összecsapáson a megszerzett előkelő első helyel Zahuszki Zsolt 30 ponttal vezeti a tabellát sporttársai előtt, azonban hátra van még az idei bajnokságból 2 éjszakai verseny. Az idén harmadik alkalommal rendezett házi bajnokságot Szerencsváros Sportegyesület súlyemelő szakosztálya. A versenyen részt vett a hazai súlyemelés legeredményesebb női versenyzője, a 7-szeres magyar bajnok, többszörös válogatott kerettag, 3-szoros EB ezüstérmes, az Ózdiak kiválósága Nagy Nikoletta. A házi versenyen a fiatalok szakításban és lökésben egyaránt bemutatkoztak a szülőkből, barátokból álló nézők előtt. A gyakorlatok szabályosságát a hivatalos versenyekhez hasonlóan 3 fős bírói testület állapította meg. A versenyen a szerencsiek közül 13-an léptek dobogóra. A legeredményesebb fiú korcsoportos versenyző Gáspár Alex, míg az ifjúsági kategóriában Gáspár Pál bizonyult a legjobbnak. A szerencsi csapat a június 23-án az Ózdi Suzuki Kaiser kiemelt országos versenyre készül. Ácson az általános és középiskolások országos bajnokságán május 18-án a Taktaharkányi Lövészklub színeiben induló a Szerencsi Bolyai János általános iskola tanulói értek el kimagasló eredményeket.
Bukovszky Péter országos bajnok lett, míg a Bukovszky Péter Gombos Levente Nagy Gábor összetételű csapat a dobogó második fokára állt fel. A lányok mezőnyében a kezdőnek számító Fodor Tiffany sok, nála régebben lövőlányt maga mögé utasítva a 10.-11. helyen végzett színvonalas és hosszú távon reménykeltő versenyzéssel. Az ötödik alkalommal május 12-én Ózdon megrendezett hagyományőrző úszó emlékversenyen Kis Viktória aranyérmes lett 100 méteres hátúszásban, valamint ezüstérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. A megmérettetésen Varga Petra bronzérmet szerzett 50 méteres gyors, illetve hátúszásban is. Gál Olivér 50 méteres gyorsúszásban és mellúszásban ezüstérmet, míg 50 méteres hátúszásban bronzéremmel tért haza a hagyományőrző úszó emlékversenyről. Matyó Pünköst kupaúszó versenyt rendeztek 12. alkalommal május 18-án, ahol Búza Balázs hátúszásban második, Sárosi Ferenc harmadik, Pócos Patrik mellúszásban harmadik, Szemán Gábor mellúszásban harmadik, Kis Viktória hátúszásban első és gyorsúszásban második, míg Kovács Bálint gyorsúszás versenyszámban a harmadik helyet szerezte meg. A 2011-2012. Évi utolsó bajnoki mérkőzését játszotta a tabella 6. az MB2-ben való bennmaradást jelentő helyén álló Szerencsi Városi Sportegyesület asztali tenisz csapata Ózd gárdájával szemben, ahol 12-6 arányú hazai győzelem született. A Szerencsi csapat magabiztos hazai győzelmével biztosította, hogy jövőre is MB2-es bajnokságban szerepelhessen. A Szerencsi Városi Sportegyesület a 10 csapatot felvonultató északkeleti csoportban 7 győzelemmel és 1 döntetlennel 15 pontot szerezve a kiváló 6. helyen zárta a bajnoki évet. Ugyancsak utolsó mérkőzését játszotta a Szerencsi csapatban Heisman Henrik, az U13 korosztály Magyarország bajnoka. Az egy évre a budapesti KSI csapatától kölcsönkért ónodi lakosú játékos méltóként búcsúzott a csapattól. Valamennyi mérkőzését megnyerve nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat gond nélkül bennmaradt az MB2-ben. Heisman Henrik 4-szer, Stadler Tamás és Korály Tibor 3-szor, míg Filác Attila 2-szer volt eredményes. Ugyancsak utolsó mérkőzését játszotta az MB3-ból már kiesett Szerencs Városi Sportegyesület asztali tenisz B csapata is Sátoraljaújhely csapata ellen, ahol 4-14 arányú vendéggyőzelem született. Tóth Szabolcs 2-szer, ifjabb Csorba István, Tatár Béla 1-szer volt eredményes. A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság keleti csoport 26. fordulójában a Szerencsvárosi Sportegyesület játékosai Mezőzombor együttesét fogadták hazai pályán. A felnőtt együttesek 17 órakor léptek pályára, ahol a hazai csapat már az első játékrészben 2 gólos előnyre tett szert. A második félidőben még egyszer találtak be a szerencsiek az ellenfél kapujába, így a találkozó 3-0 arányú szerencsi győzelemmel zárult. Az ifjúsági csapatok találkozója 4-0 arányú szerencsi győzelemmel zárult. A megyei másodosztályú bajnokság május 19-én és 20-án megtartott 26. fordulójának eredményei. Boldogkőváralja Pácin 3-1, Kenézlő Hollóháza 3-1, Szerencs Mezőzombor 3-0, Tarcal Tiszaladány 5-1, Tiszakarát Bodroghalom 2-1, Mikóháza Erdőbénye 0-3, Karcsa Ricse 7-0, Bodrog Kisfalu Tokaj 1-2. A 26. forduló után a tabellát 65 ponttal Karcsa vezeti, a 60 pontos Boldogkőváralja és az 55 pontos Pácin előtt. Szerencs a győzelemmel a 8. helyen áll a 16 csapatot felvonultató mezőnyben. A labdarúgó megyei másodosztály keleti csoport 28. fordulójában a Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó csapata június 2-án Erdőbénye gárdájával mérkőzik. A 17 órakor kezdődő találkozó helyszíne a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelep lesz. Az ifjúsági csapatok ugyanitt 15 órakor mérkőznek.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ tájékoztatása szerint az elkövetkezendő napokban is változékony, kezdetben még szeles, majd a hét elején az átlagosnál hűvösebb időre van kilátás. A több-kevesebb napsütés mellett főleg napközben szorványosan alakulnak ki záporok, elszórtan zivatar is várható. Szerdán már csökken kissé a felhőzet, csapadék nem valószínű. Reggelre általában 8 fokig mérséklődik a hőmérséklet, délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Szerencsén és térségében az elkövetkezendő napokban hidegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink! A Szerencsi Televízió műsorát látták. Adásunkat háromszor ismételjük meg. A műsort követően majd kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától. Új műsorral legközelebb június 3-án várjuk Önöket. Addig is telefonon fogadjuk hívásaikat a 898-024-es számon. E-mail címünk info@szerencsitv.hu. Posta címünk Szerencsi Televízió, 3901 Szerencs, Postafiók 44. Internetes honlapunk a szerencsitv.hu címen érhető el. Legyen kellemes a hetük, viszontlátásra!